több útszakaszt is lezártak Borsod-Abaúj Zemplén megyében a Sajó és Hernád áradása miatt. Van olyan település, amit nem lehet megközelíteni a víz miatt. Kereki Gergely Hernád Szent Andráson van. Szia, mennyire súlyos a helyzet? Jó napot kívánok! Annyiban változott a helyzet, hogy itt a gátra még egy sor homokzsákot pakoltak az emberek. Itt vagyunk továbbra is egyébként Ináncs határában. Megpróbáltunk bejutni több útvonalon is Hernád-Szent Andrásra, de ez végül nem sikerült, ugyanis az elmúlt két órában akkorát emelkedett a víz szintje, hogy gyakorlatilag derékig érő vízben lehet megközelíteni azokat a mezőgazdasági járműveket, amelyek reggel még tudtak közlekedni ezen a szakaszon. Beszéltünk azonban a település polgármesterével telefonon, aki elmondta, hogy éjjel 1:30 körül érkezett meg az ár hozzájuk, és meglepte őket, mert nagyon gyorsan. Azt mondta nekünk, hogy körülbelül 20 perc alatt teljesen száraz szántóföldek kerültek víz alá, éppen ezért voltak kritikus pillanatai is a védekezésnek, amely gyakorlatilag egész éjszaka folyt és jelenleg is tart. Eddig 2000 homokzsákot pakoltak meg gyakorlatilag, és úgy tűnik most, hogy számításaik szerint van elegendő utánpótlás homokból még a falakon, a védfalakon belül. Ugyanakkor nem tudják azt, hogy mikor vonulhat le az árhullám. Azt mondta a polgármester még, hogy számolni kell azzal, hogy azok, akik reggel elmentek munkába, vagy bármilyen okból elhagyták a települést, nem biztos, hogy este vissza tudnak térni, tehát lehet nekik el kell gondolkodni azon, hogy hol töltik az éjszakát. Egyébként pedig az élelmiszer és a gyógyszerellátás információink szerint jelenleg megoldott még a következő időszakban Hernád-Szent Andráson. Megyünk tovább Sajó-Szentpéterre, ahol az éjszaka 400 cm-en tetőzött a Sajó, a helyszínen van Makkai Zsanát. Szervusz, még mindig ijesztően magas ott a vízállás? Szia! Hát valamennyit csökkent az elmúlt pár órában a vízszintje, körülbelül 12 cm tapadt itt a Sajó-Szentpéter környékén. Ugye éjszaka 400 cm magasságban tetőzött, úgyhogy ez problémát is okozott akkor itt a településen, hiszen itt a vasúti töltés túloldalán, az ártéren, itt vannak még lakóingatlanok. Ezekből kettő családot kellett kiköltöztetni éjszaka, ugyanis tért fölöttig érő víz ömlött be az udvarukra, és lassacskán csak befolyt a kertjükbe, úgyhogy a katasztrófavédők segítségével költöztették el őket, és költöztek be rokonokhoz, családtagokhoz az éjszaka során az itt lakók. A településen továbbra is védekeznek a árvíz ellen. Itt a ártér melletti körülbelül 3-4 utcában homokzsákoztak, valamint elzárták a zsilipeket, ezzel védik a települést az esetleges árhullámtól. Egyébként ennek a Apada folyó, habár van utánpótlása, hiszen jelenleg is esik, ahogy ti is látjátok, valamint a fentebbi vízgyűjtőkről folyamatosan jön lefelé az ár. Itt a környező településeken is okoz problémát, például a szomszédos településeken nem is lehet bemenni Sajó-Galgára, valamint Sajó-Kazát, Sajó-Ivánkát, valamint nehéz megközelíteni, csak kerülő utakon érdemes oda bejutni, annyira elöntötte az oda bevezető utakat az ár, úgyhogy ezek le is vannak zárva. Kerülni érdemes, aki arra akar hazamenni, vagy éppen arra vezet az útja. Makkai Zsanettnek és Kereki Gergelynek köszönjük.